Bár a Félix Baumgartner hoaxról már esett szó, de úgy gondoltam, hogy érdemes újra meglátogatni a témát, hiszen néhány érdekességet felfedeztem, úgyhogy akit érdekel ez a dolog, az mindenképpen maradjon a közelben. Ez redbullstratos.com, ez a hivatalos weboldal ennek az egész színházi előadásnak. Akit érdekel, átböngészheti a dolgokat, talál mindenféle információt Félix Baumgartnerről, magáról. Elég sok numerológia lesz ebben a videóban, úgyhogy akinek ezzel problémája van, az mindenképpen hagyja abba. Félix Baumgartner neve egyébként 77 a pitagórasi numerológiában. Szeretném, ha már itt az elején mindenki megérteni, hogy én úgy gondolom, hogy ezek az emberek mind tudják természetesen, hogy mi az, amiben részt vesznek. Legalábbis azok, akiket a videókon, illetve a képeken látni fogtok. Úgyhogy ezúttal azt kell, hogy mondjam, hogy biztos vagy benne, hogy Félix Baumgartner is benne van ebben az egészben, nem lehet kikerülni, és ezeket az embereket kiválasztják a kezdetén, ők úgy nőnek föl, ez egy speciális csoport, aki ebbe beletartozik, aki ezzel nincsen tisztában, annak még kutatnia kell egy kicsit. Ez annyira nem lehetetlen ezeket a dolgokat véghez vinni, de azt elismerem, hogy egy átlagember számára nehéz lehet feldolgozni és felfogni, hogy miért is történnek ezek a hoaxok. Természetesen ahhoz, hogy ilyen dolgokat végre tudjanak hajtani, szükség van emberekre, mindenféle nemzetiségű és mindenféle hátterű emberekre. De nézzük meg magát az eseményt. Amit én állítok, az ez. Nem mondom, hogy nem ugrott Felix Baumgartner ki ebből a valamiféle szerkezetből. Amit én mondok, az az, hogy ez az egész azt a célt szolgálja, hogy mind közvetett, mind közvetlen bizonyítékot adjon az emberiségnek arról, hogy mi egy bolygón élünk, úgy, ahogyan azt tanítják az iskolákban. Emellett biztos vagyok benne, hogy rituális jelentősége is van a titkos társaságok életében. Ehhez elegendő, hogyha csak megnézzük a dátumot, ami 2012. október 14, ami 10.12.14-re jön ki. Egyébként itt a dátum. Még annyit hozzátennék, hogy egész véletlenül vasárnap reggel volt az ugrás. De nézzük meg az ugrásról készült videóból néhány képkockát. Az első, amit kiemelnék, az az, hogy az egész műveletnek a neve az Stratos volt. Szerintem érdekes választás a logó, ahogyan tükrözi a különböző rétegeit a fölöttünk elhelyezkedő dómnak, ugyanakkor mutatja azt, ahogyan fönt elhelyezkednek a dolgok, ugyanúgy lent, ami egy jól ismert szabadkőműves tézis. A másik dolog a kettő szembenállása, úgy a kettő, mint a fekete, a fehér vagy a sötét és a világos, ami szintén jellemző a szabadkőművességre, a kettősség, de az egész társadalomra jellemző az a kettősség, amit elfogadott a világ. Mint mindig, ez azért tovább megy annál, mint hogy csak egyszerűen kiválasztottok egy nevet találomra. Ha valaki ismeri a He-Man birodalmat, akkor Stratos valószínűleg nem egy újdonság, de aki nem, annak elmondom, hogy Stratos a He-Man.org weboldal alapján, ami a Marvel univerzumnak a része, úgy a Marvel, mint a képregényekkel foglalkozó cég. Tehát kiderül az, hogy Stratos az egy hős, ráadásul egy szárnyas harcos, és a teljes neve az Stratos Avion házából. Stratos egyébként Avion uralkodója, és egy szárnyas majomfajnak az egyik tagja, akiket avioniaknak, vagy pedig szárnyas embereknek hívnak. Tehát még egyszer, ez a lila-piros szárnyas majom, ez Stratos, aki Avion uralkodója. Ezek a karakterek a varázshegyeknek a csúcsán élnek, és ezt Avionnak hívják, ezt a birodalmat. Stratos felszerelte a páncéljukat rakétákkal, illetve sugárhajtású hajtóművekkel annak érdekében, hogy növelje a sebességüket, illetve a hatótávolságukat. A kezéből képes mindenféle energia lövedékeket kibocsátani, és a gonosz Skeletor elleni harcban az univerzum urai oldalán harcol. Nem hibáztatok senkit, hogyha ismerősen hangzik a történet.
Képzeletbeli lény, aki a felhőkben levő világban uralkodik. De ha megvizsgáljuk a Star Trek Encyclopedia című könyvet Michael és Dennis Okudától, akkor megtudhatjuk azt, hogy a Star Trek birodalomban Stratos az egy gyönyörűséges felhőváros Ardana bolygó fölött lebeg. És ez a város a legnagyszerűbb, a fenntartható antigravitációs lebegésnek a galaxisban. Stratosban ellentmondásokkal teli volt az élet, hiszen a felhővárosban élők élete a szórakozásból állt gyakorlatilag, míg azok, akik a bolygón éltek, brutális körülmények között dolgoztak, és őket a troglitoknak vagy trogliteknek hívták. Ezeknek az egyik csoportja, akik ugye a bolygó felszínén dolgoztak, fellázadtak és mindenféle rongálásba kezdtek a városokban, annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az ő életükre és az élet körülményeikre. Ennek az egyik eredménye az volt, hogy kidolgoztak egy gázálarc forma szerkezetet, amit a bányászaiknak adtak, hogy védje őket attól a veszélyes gáztól, ami az ardánai bányákban terjengett, és a gáznak a neve Zenit volt. Zenit természetesen egész véletlenül feltűnik azon a kapszulán, amiből Felix Baumgartner állítólag végrehajtotta ezt az ugrást. Zenit a valóságban egy svájci óragyár. Ezen az apró képen látható egyébként a felhőváros. Ez pedig Ardana a jól ismert sorozatból. Ez pedig egy másik kép Ardánáról. Ez pedig themovieblog.com összeállítása Star Trek The Cloudminders című epizódról. Ez itt Stratos, a város ugye a felhőkben, a kilátás a felhővárosról. Ez egy gyönyörű város, ahol élnek a kiváltságosok, és ugye innen nézik azt, hogy mi is történik a bolygón. Az uralkodójuk. Megtudhatjuk azt, hogy a városban, amit Metropolisnak hívnak, hatalmas az ellentét az elit, illetve a dolgozók között, ugyanis az elit úgy gondolja, hogy ők mentálisan és intellektuálisan felsőbbrendűek. Ez a bányának egy részlete, ők pedig a munkások, majd pedig az uralkodók. És a harc a munkásosztály, illetve az uralkodók között. A felsőbbrendű lény, aki a felhők közül szemléli a tudatlan, megtévesztett alattvalóit, akik vég nélkül robotolnak a rabszolgaságban. De egyelőre legyen elég ennyi Stratosról. Még esetleg annyit, hogy a pitagoraszi numerológiában megnézzük Red Bull Stratos, az 3-6-osra jön ki. Ez a küldetés vezérlő központja az úgynevezett Mission Control. Mission Control egyébként 69, és ha megnézzük a magánhangzókat, más hangzókat, az 36, illetve 33, így kiad ez is 3 darab 6-os. A Kádósiban pedig 55. Ez az egész hoax ugyanott történt, ahol egy másik híres hoax történt korábban, ez pedig Roswell, Új-Mexikó, ami egész véletlenül a 33. szélességi körön található. Egyébként ez a jól ismert UFO hoaxnak a színhelye, ahol állítólag 1947-ben lezuhant egy UFO, egy nemzetközi UFO múzeum és kutatóközpont is található egyébként Roswellben. Ez itt Roswell, Új-Mexikó. A hoax tehát nem újdonság, itt ugyanis már vagy 70 éve gyártják azokat itt Roswellben. Még felhívnám a figyelmet arra, hogy Cypress látható itt. Cypress az 33 a pitagoraszi numerológiában. Ez a kapszuláról egy közeli felvétel, amiben állítólag Felix Baumgartner felment a stratoszférába és kiugrott onnan. Ez csak egy érdekes véletlen, amit megmutatnék. A különböző szponzoroknak a feliratai láthatók ezen a kapszulán. Az egyik kezek közül Riedel Communications, melynek a weboldala riedel.net, akit érdekel. Egyébként az R Riedel 22 a káldeusi numerológiában, úgyhogy 11-11, illetve 44 a pitagoraszi-ban. A másik szponzoruk Ubimet volt, ez ubimet.com, Ubimet pedig egy időjárás előrejelzéssel foglalkozó cég. Ubimet egyébként szintén 22 a káldeusi numerológiában. A harmadik szponzor, aki látható, a Say Cheshire Aerospace volt, ez pedig pontosan 100 a pitagoraszi numerológiában. Ők egyébként mindenféle
dologgal foglalkoznak, ami repülés. Még annyit hozzátennék, hogy teljesen véletlenül Félix szintén 22 a káldeusi numerológiában. Ó, ugyanúgy, ahogy Don Day, aki egy meteorológus, Don Day szintén 22. A meteorológus pedig 55. Ha már a görbületnél tartunk, akkor ez egy elég érdekes verziója a görbületnek, ahol itt egyenes, itt görbül. Valamiféle probléma merült fel a sisakkal, ha jól értelmezem, aminek a neve az angolul face plate, ami 33 a pitagoraszi numerológiában. Ismét egy gyönyörű kép a görbületről, a kék golyóról semmiféle víz nem látszik sehun. Itt viszont már nem látszik a görbület, de hát erről már volt szó. Itt pedig már megint látszik. Itt megint nem. Ez ugye meg magáért beszél. Őszinte leszek, aki komolyan veszi, hogy ez az ember kiugrott ilyen magasságból úgy, hogy egy csepp víz nem látszik a földön, az valami más. Kitaláltak egy nagyszerű mondatot is ehhez az egészhez, mégpedig az, hogy néha nagyon magasra fel kell menned ahhoz, hogy lásd, hogy milyen kicsi vagy. Még ha annyira nem is emlékezetes, ugye, mint a másik hoax a holdra szállás idején, amit Neil Armstrong mondott, el kell ismernem, hogy nem rossz. Ez pedig már, amikor a színészek műörülést mutatnak be a stúdióban, ez mindegyik NASA vagy űr előadásnak a része. Gondolom megtanul mindenki néhány verziót az örülésnek, és aztán előadja azokat. A bohózat. A hős megérkezett, dráma, még több műörülés, és a hős nyilatkozata, amikor megérti, hogy mikor olyan magasan vagy, akkor jössz csak igazán rá, hogy milyen kicsi vagy. Az embernek meg közben a gyomra felfordul. És elmondja, hogy akkor, mikor ott vagy fönt, ez már nem is a rekordról szól, hanem csak egyszerűen a tudatról, hogy milyen kicsi is az ember. Ekkor lehet, hogy elhányta magát, mert utána elkapcsolt a kamera. Nem is csodálkoznék rajta. Ez egy nagyszerű ábra magáról, a Baumgartner hoaxról, From the Edge of Space a neve. The Edge of Space az 66 a káldeusi numerológiában egyébként. Végig követhetjük az utazást, és nagyszerűen ábrázolták nekünk azt, hogy hogyan is képzelhető el ez az egész. Ez 8840 méter, ahol a Mount Everest található, legalábbis ez a magassága. 14 kilométer, ahol a Boeing 747-es repül. Az időjárási léggömbök 24 és 30 kilométer között található. Korábbi világrekordtartó Joe Kittinger ezredes 31.300 méterrel. Az ezredes egyébként 33 káldeusi numerológiában. Szóval 3 óra alatt elérte az űr határát ez a ballon. Az első rekord állítólag a legmagasabbra feljutó ballon, melyen ember tartózkodott, 36 km magasságban, kilép a kapszulán kívülre, és a második világrekord ugye a legnagyobb magasságból végrehajtott szabadesés. Az kétségtelen, hogy gondoltak a részletekre, ez itt a ballon maga 102 méter magas, ez egy átlagos hőlégballon, hatalmasnak tűnik. A harmadik rekord ugye az volt, hogy megtörte a hangsebességet, 1110 km per órával repült. A negyedik rekord pedig a leghosszabb szabadesés 5,5 perc. Akik az álomvilágban élnek, biztos vagy benne, hogy imádták ezt a dolgot. Itt vannak az információk, mindenki megnézheti. De ez az, amit valójában meg szerettem volna mutatni. Néhány képet találtam, ami érdekes lehet. Ez egy külső felvétel Felix Baumgartnerről, ahol nagyszerűen látszik ugye a föld görbülete, és az, hogy mi egy gömbön élünk, ugyanúgy, ahogy ezen a képen is, és ezen a képen is. Persze a görbület látszik ezen a tartó áványon is, gondolom, hogy mivel a föld gömbölyű, ezért az az ávány is gömbölyű kell, hogy legyen. Meg ugye az egész kapszula el van torzulva teljesen, hiszen ha a föld gömbölyű, akkor minden másnak gömbölyűnek kell lenni, úgyhogy valószínűleg ez a helyzet ilyen magasságban már minden gömbölyödik. De ezek szerint a görbület látszik már egy magasabb háznak a tetejéről is. Aki pedig ideig eljutott, annak itt van egy kis bónusz, ez robotspacebrain.com, ahol megtudhatjuk azt, hogy a NASA megmutatta az új Mars űrruhát,
és ez lesz az. Hozzá tudják magukat csatlakoztatni ez az ajtóhoz, és aztán onnan lecsatlakoznak. Az egész teljesen nevetséges, de biztos vannak, akik rajongnak ezért a dologért, meg a gömbért, meg az egész beszélő majom dologért. Itt van egyébként az űr, hogy hogy is néz ki valójában. Meg is mutatják nekünk. Ez pedig itt egy Mars kutatóállomás, természetesen San Rafael Swellben, Utah, Amerikai Egyesült Államokban. Ez az, ahol gondolom ez az egyik hely azok közül, ahol ezek a felvételek készülnek, amiket aztán az emberek imádnak. Készülnek egyébként ilyen takarók azok számára, akik az álomvilágban élnek, és akkor mindenki úgy érezheti, hogy ő is ott van. És egy része ennek a nagyszerű, nagyszerű kalandnak. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!